Az önkormányzatisággal, illetve azzal a törvényjavaslattal foglalkozunk, annak apropóján az önkormányzatokkal, amelyet ugye Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes nyújtott be, amelynek értelmében a kormány elvenni a helyi városvezetéstől, és mindenhol fideszes többségű megyei önkormányzatokra bízná azokat a gazdasági övezeteket, amelyeken legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű munkahelyteremtő és megtartó beruházásokat hoznak létre. Úgyhogy erről beszélgetünk Gémesi Györgyel, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat. Kezdjük akkor ezzel, mert hogy ez a tulajdonképpen az apropó a beszélgetéshez. Ugye ez most zajlott a parlamenti vita ezzel kapcsolatban, itt Orbán Balázs miniszterelnökség államtitkára azt mondta, és ez a fő indoklás az ő részükről az, hogy javaslat arányosabb forrásmegosztást tesz majd lehetővé egy megyén belül, és hogy szerintük így több település is részesülhet majd egy-egy nagy beruházásból származó adóbevételből. Tehát ez a háttere és ez a fő indok arra, hogy itt módosítani kell. Az a helyzet, hogy erre találta ki a kormány a szolidaritási adót, tehát azok a települések, ahol magasabb az iparüzési adóbevétel, oda szolidaritási adót telepített, illetve szolidaritási adót vetett ki. Ez most egy újabb adóelvétel és osztogatás a kormányzat részéről. Politikai alapon nagyon röviden így tudnám megfogalmazni. Mindamellett pedig ezek a beruházások egyrészt ugye járnak előnyökkel is, hiszen a bevételek egy részéből iparüzési adót és építményadót fizet az illető gazdasági vállalkozás, de azért ennek vannak terhei is. Annak a településnek, ahol egy-egy ilyen vállalkozás megtelepül, ott a közlekedés, a forgalom lesz nagyobb, az utak használata lesz nagyobb, kamionok jönnek keresztül a településen, óvodát, bölcsődét kell biztosítani az ott dolgozóknak, és sorolhatnám tovább azokat az igényeket, ami egy ilyen vállalkozáskor a település részé irányába, település irányába felmerül. És végül pedig innentől kezdve egyáltalán nem lesz motivált egyetlen egy polgármester sem abban, hogy oda egy cég betelepüljön, hiszen minden negatív dolgot, környezeti terheket, egyéb dolgokat a településnek kell állnia, és abban az előnyből, ami annak a gazdasági erőtérnek a kialakításával keletkezik, semmiben nem részesül, sőt elveszik tőle, és elviszik másik településre, amelyik adott esetben ugye szimpatikusabb a politikának. Én nagyon rossznak tartom ezt az irányt. Egyáltalán az az erő, ami az önkormányzatokban van, és a gazdaság növelésével, a gazdaság erősítésével kapcsolatos kreativitást segíti kormányzati bevételeknek a növelését, hiszen egy-egy vállalkozás odatelepülésénél komoly kormányzati költségvetési bevételek keletkeznek, még adót is fizet az önkormányzat, szolidaritási adót, most ezt mind elveszik. Itt nagy kérdések merülnek fel a tulajdonjoggal például, hogy az a terület akkor most kinek a tulajdona, kinek a kötelezettsége annak a területnek a fenntartása, takarítása, a hóeltakarítása, és sorolhatnám tovább azoknak az utaknak a karbantartása. Tehát így gyakorlatilag egy nagyon komoly következő lépésre szánta el a kormány magát, hogy az egész önkormányzati rendszert visszaminősíti a 90-es, jóval a 90-es évek előtt működő, illetve hát már akkor is megbukott tanácsi rendszer típushoz. Uh-huh. Ugye említette az előbb, hogy amúgy mekkora erő van az önkormányzatokban, és ez a lépés, itt mi is beszéltünk róla már adásban többször is, hogy nem az első lépés az önkormányzatok irányába, és hogy egyre inkább szűkül az önkormányzatoknak a lehetősége, egyre kevésbé tudnak fellépni, vagy bármit tenni az ügyben, és hogy ez a lépés, ha most ezt a folyamatot nézzük, ahogy ön is említi, itt akár sok évre is vissza lehet tekinteni, ez most mindenképpen egy jelentős hát változást fog majd hozni, de hova, milyen lehetőségei vannak, mégis marad-e erő még akkor az önkormányzatokban? 2012 óta folyamatosan folyik az önkormányzatokban.
önkormányzatok ellehetetlenítése finanszírozás szempontjából, feladatok átcsoport áttelepítése szempontjából, úgy, hogy ahhoz nincsenek megfelelő források, a feladatok átrendezése szempontjából a kormány elvitt egy csomó olyan feladatot, most legutóbb az építéshatóságot, ami egyébként speciálisan helyi ügy lenne, hiszen egy építkezésnél a településnek, településhatóságnak nincs beleszólása abban, hogy mi épül oda, abból kaotikus állapotok keletkeznek és folyamatos feszültségek. Tehát ez szépen átvitte a kormányhivatalhoz, ami politikai felügyeletalatt van, mert a kormányhivatalok vezetői azok gyakorlatilag politikai kinevezettek, megyei szinten minden esetre. És akkor most jön a másik része, a döntéshozó testület ellehetetlenítése, ledegradálása, ami egyébként a helyi lakosság ledegradálását jelenti, a helyi település lakóinak sendbevételét, hiszen a helyi település lakói választják meg a polgármestert és a testületet, és a testület bizonyos kérdésekben az ő érdekeit tudja képviselni és megvalósítani az ő elképzeléseit, javaslatait, ötleteit. Innentől kezdve ezek a hatásköröket kiveszik, például mondok valamit, hogy gazdaságfejlesztés címen oda telepítenek egy gyárat, vagy oda telepítenek egy akkumulátorgyárat, amit nem szeret a helyi közösség, nincs ráhatása, gyakorlatilag nincs ráhatása a testületnek erre, kiveszik a tulajdont, ahol telepítik a gyárat, majd minden környező terhet, és ezzel kapcsolatos veszélyforrást a településnek, lakóinak kell viselniük. Tehát az önkormányzat az nem egy hatalmi, persze közhatalmi gyakorlat, közhatalmi feladatozással gyakorol jogokat, de végül is őket a helyi település megválasztott vezetőiként arra hatalmazzák föl, hogy az ott lévő lakók érdekeit maximálisan képviselje, a lakók közötti érdekkülönbségeket próbálja meg tompítani, a lakosság által megfogalmazott igényeket próbálja meg megvalósítani, így olyan távolság keletkezik az állampolgár és a végrehajtó között a hatósági ügyekben és a kormányhivatalon keresztül gyakorlatilag már ez megvan, hogy a pecsét ott van, a döntés ott van, te állampolgár majd esetezhetsz, hogy kapsz egy időpontot és megoldod a problémádat, vagy a másik oldalon pedig a döntéshozást veszi ki gyakorlatilag a választott vezetők kezébe, és áttelepíti egy olyan szintre, mert ez senki ne gondolja, hogy az első lépés, hogy a megyei önkormányzatok szerepét, mivel ott van a politikai erőcentrum, át fogja értékelni a kormány. Ez az első lépés, ahol a pénz van, legfontosabb dolgok egyike. Gyakorlatilag ezt a döntéshozást, ennek a döntéshozásnak a kérdését telepítővel megjegyzem egyébként, a megyei önkormányzatok abszolút nincsenek erre fölkészülve, kiüresítették teljesen az elmúlt években, gyakorlatilag igazán nem volt feladatuk, véleményeztek megyei fejlesztési feladatokat. Most hát, hogy szába vagyok, akkor ezek szerint az várható, hogy most a megyei önkormányzatokat újra úgymond felépítik, mert valóban, hogy is mondja, pont az ellenkező hát, folyamat volt korábban. Vagy pedig olyan politikai fejlesztést helyezik, hogy azt fognak dönteni, amit mond a pártközpont. Nem tudom, ezt nem látjuk át, ezek ilyen adhok, gyorsan jövő döntések. A lényeg az, hogy a pénzt el kell venni a helyi önkormányzatoktól, mert túlságosan sok az ellenzéki önkormányzat, vagy nem kormánypárti önkormányzat, és ezek veszélyesek lehetnek a 2022-es választásban. Tehát innentől kezdve az ő jogosítványokat meg kell kurtítani, és kitalálták azt, hogy most az iparüzési adó kapcsán ezt meg tudják tenni, hiszen az iparüzési adó, ez kifejezetten önkormányzati bevétel, tehát az állam nem veheti el. Vagy van, vagy nincs. Ha nincs, akkor sem veheti. Az állam nem szedheti iparüzési adót. Viszont egy állam politikai pártjainak megfelelő testülethez telepíti annak elköltését. Mondjuk ehhez képest ugye itt sokat beszéltek arról, hogy a fideszes vezetésű városok esetében mindez hogy alakulhat, és az ott aktuális beruházások esetében mire lehet számítani. Hát nézd, arra lehet számítani, hogy eljátszák a nagy jelenetet, tehát adott esetben elveszik, és majd visszaadják. Hát nem olyan problematikus. Eddig is voltak olyan pénzek minden esztendőben, most is vannak, mik extra pénzek az önkormányzati számára, hogy azok kapnak belőle, akik oda húznak, vagy akiket nagyon javasol az országgyűlési képviselő. Tehát ilyen minden évben volt ilyen úgynevezett csoki pénz, amit a végén megkaptak ezek a települések. És hát nyilván, hogy nem mondjak, mert meg fognak sértődni, egyes fideszes polgármesterek, ha mondanék, Sóhajt megyében egy nagyon érdekes várost, aki folyamatosan minden forrásból mindig részesült. Nem tudom, tudja-e, hogy ki a vezetője. Sejtem, igen. Na.
Tehát, hogy akkor ez tulajdonképpen egy ilyen színház akkor? Tehát, hogy a fideszes, mert hogy ugye pont az volt itt a kérdés, hogy akkor oké, de akkor, ha itt politikai döntés van, akkor mi lesz a fideszes vezetésű városok, illetve az ott létesülő beruházásokról? És mondjuk... A kedves polgármesterek fognak kapni, tehát akik a Fidesznek kedvesek kapnak. Tehát ez nem tehát gondolja végig, hogy ki, most jön az egalizáció, tehát egális, tehát az a település, amelyik eddig semmit nem csinált, és csak a hatalmat szolgálta ki, részesül abból a pénzből, amit a másik megtermel, mert ügyes volt, mert jól gondolkodott, mert jó stratégiát választott, meg jó területfejlesztési programokra pályázott, meg nagyon prosperálóan fejlődött, azoktól most ezt elveszik, sárt teszik ott, akik esetleg adott esetben lábat lóbáztak, és ez egyébként egy óriási lehetőség arra, hogy újra összeugorjon egy szektor. Ebben az országban minden szektort egymás ellen ugrasztanak. Uh-huh. Mert azt fogja mondani, hogy enyémet elvetted, és neked abból van, mit tudom, játszóteret, hogy holott egyébként semmit nem csinálsz, mert egyébként nem törődtél azzal, hogy a településedet megfelelő formában kistafírozzad, hogy gazdaságot telepítsél oda, mert a két fős vállalkozás is gazdaság, hogy egy picit revitalizáld azt a települést, csak azt látod, hogy a mennyei manna mikor érkezik, hát most megérkezik, mert adott esetben szétszórtad azokat a leveleket, amik arra inspiráltak, hogy a Fideszre kell szavazni, vagy abban az irányba terelték a szavazatokat. Tehát ön akkor azt el sem tudja képzelni azt a helyzetet, amit az előbb idéztem Orbán Balázstól, államtitkártól, hogy majd itt, ha lesz egy nagy beruházás, mondjuk egy megyében, egy nagyobb területen, akkor azt majd szétosztják az adóbevételeket a településeken. Tehát vagy legalábbis akkor a saját érdekeik mentén fogják ezeket osztani. Szétosztják az adóbevételeket, mert szerintem majd arra pályázni kell. Megjegyzem, én ezt 5-6 évre ezelőtt leírtam, csak akkor nagyon-nagyon nem hitt el senki. Én leírtam és elmondtam konferenciákon, hogy ez a végső állapot, de még mindig nem a végső állapot, hanem még további bevételek. Hát úgy két pillanat alatt elvették a gépjárműadót vírusra hivatkozva, azt a gépjárműadót, amelyiket aktuális év költségvetésében be van tervezve. De van, arra feladatok vannak tervezve. Ezt pillanatokat elvették. Kiszabták, hogy nem lehet parkolási díjat szedni. Hogy kérdezzem meg, miért nem? Mikor 300 forintra lement a benzin. Nem tudja kifizetni ezt a 200-300 forintot, ami a településnek bevétel, és abból próbál egy picikét túlélni ebben a válságos helyzetben. Miért kellett ezt elmenni? Csak úgy kérdezem. Miért nem hagyja a település saját döntésére ezt? Ugye én elengedhetem. Miért a kormányzat mondja ezt? Persze lehet találni indokokat, hogy autóval mennek az emberek és ne busszal, csak az a környezeti terveket egyébként ebben a vírus helyzetben tovább rontja. Mind a mellett, mert egyébként nem ezt oldotta meg, mert így is vannak a buszokon emberek, tehát és hogyha buszokon fölveszik a maszkot, meg a metróba, akkor szerintem megtették azt, amit kell. Tehát ez egy fából vaskarika, tehát gyakorlatilag mindig van indok rá, hogy miért kell a fővárosnak, vagy a másik településnek, ahol ezek pici bevételek, vagy nagyobb bevételek, miért kell adott esetben erről lemondania. Uh-huh. Akkor a idegen forgalmi dologról már nem is beszélnek. Uh-huh. Egy pillanatra térek meg vissza egy korábbi kérdésemre, mert ahogy így beszélgetünk, ugye ön is feltette, vagy az előbb említette, hogy van még erő az önkormányzatokban, de hogyha ez a folyamat tovább megy, akkor teljesen kiüresíthető akár az önkormányzatiság? Mert hogyha ezt a polgármester előtt mi áll? Az áll a polgármester előtt, hogy fejlesztem a településemet. Megpróbálok minden eszközzel ezt megvalósítani, hiszen nekem a helyi polgároknak kell megfelelni, egy kis járdát, egy utat építeni, játszóteret megnyitni, vagy attól függ, hogy mekkora település fejleszteni, vagy a működést fenntartani. A források egyre kevesebbek. A polgármesternek gyakorlatilag el kell menni, és esedezni kell azért, hogy adott esetben egy pályázaton kapja. Nem a pályázatnak a tartalma a lényeg, meg a fontossága, hanem az, hogy kinek milyen a kapcsolatrendszer. Ez alakult ki az elmúlt években. Őszintén beszélek, nézze, én lenyomtam lassan, most már nem vagyok, most már több mint 30 évet egy település vezetésében, tehát láttam minden kormányzatnak a működését, és láttam azt. De világosan látom a stratégiai célt, zavarja a mai politikát, a mai hatalmat az, hogy más erőterek is vannak, amelyek adott esetben önállóan gondolkoznak. Ha betagozódik, ha oda megy egy kis táskával, és azt mondja, hogy én szeretnék két járdát megépíteni, akkor majd átmegy három döntéshozó szinten, szépen mosolygott, megkapja a pénzt. Ez a folyamat indult el. Tehát ez a hatalomnak a hatalom gyakorlás egy technikája, amit a középkádári korszakban már láttunk. Én 65 évesen nem fogok más mondani, mint amit gondolok. És lehet ezért rám haragudni, az igazság ez. Én
nem a politikai hovatartozásom alapján mondom ezt, hanem a meggyőződésem alapján. Egy jó dolog indult el 90-ben, leváltotta a tanácsrendszert egy olyan önkormányzati rendszer, ahol a központi hatalom és a helyi hatalom között megvoltak a feladatforrás megosztások. Akkor a Fidesz egyébként 92-ben ugyanezek a politikai vezetők ugye decentralizálni akartak az SZDSZ-el együtt. És kialakult 3200 önálló kis köztársaság, ugye ezt mondták, hogy ez lesz majd. És aztán végül is az a helyzet, hogy közben minden kormány próbált visszatáncolni ebből. A 90-94 közötti időszak volt az aranykorszak az önkormányzatoknak, akkor egy hatalmas nagy vidékfejlesztés kapcsán hatalmas infrastruktúrafejlesztések történtek, megvoltak a mozgásterek, kétségen kívüli még a helyi vezetők nem voltak sokszor fölkészülve arra, hogy ezt jól meg tudják csinálni, hiszen 90 után nagyon sokan lettek újonnan polgármesterek, de szép lassan mindenki megtanulta a szakmát, most már persze ez a garnitúra kiment a rendszerből, most vannak az új típusú polgármesterek, akiknek azt kell, hogy adott esetben jó kapcsolatrendszerrel rendelkezzenek politikailag. Ennek ellenére a lakosság az önkéti választáson világosan elmondta azt, hogy más irányba szeretnének menni. Szeretnének önkormányzatokat, nem vazalusként működő politikai vezetőket, hanem települési vezetőket, közösségépítő település vezetőket. Most elkezdték ezek a polgármesterek, ezek a helyi testületek, és ennek a mozgásterét szűkítik le a minimálisra gyakorlatilag, hogy lassan nem lesz miről dönteni, mert két március 15-én, meg október 23-én, meg augusztus beszélet el lehet mondani, de gyakorlatilag már nem lesz miről. Ez a folyamat indult el 12-ben, alkotmánymódosítással, önkéntes törvénymódosítással, és ennek a lépéseit látjuk lépésről lépésre. Ha nem így sikerült volna az önkéntes választáson, hanem mindenütt a Fidesz lenne, akkor nem lenne rá a politikának erre szüksége. Most szüksége van arra, hogy azokat a politikai erőteleket a minimálisra korlátozza, ami kinőhet esetleg az egyik vagy a másik nagyobb önkormányzat talaján. Én ezt most nagyon világosan elmondtam, szerintem világos a képlet, ennek minden jele tetten érhető. És ebben most ebben a vírus történetben ezek a legfontosabbak, ugye? Mert ezek a legfontosabbak, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt a kulturális szférában megszüntessük. Ezek a legfontosabbak, ugye? Tehát, és akkor senki nem kérde, na, nem megyek tovább, mert nem akarok. Én csak azt mondom szakmapolitikai megközelítésből, amit gondolok, és amit a 30 éves szakmai tapasztalatom, munkám, és a mögöttem lévő eredmények mindenféleképpen igazolnak. Akkor beszéljünk egy picit a politikai vetületekről, mert ez nagyon érdekes, amit mond. Éppen itt a műsor elején is beszéltünk arról, hogy megjelent egy érdekes írás azzal kapcsolatban, az a címe, hogy labdába rugni ott, ahol Orbán építi a bázisát, és hogy az ellenzéki pártoknak be kell menniük a kis településekre is, és arról szól a cikk pont ennek apropóján, amiről mi is beszélgetünk, ennek a folyamatnak az apropóján, hogy azért mégiscsak tény az, hogy egyelőre a falvakban kis településeken nagyon erős a Fidesz, és ezt most tulajdonképpen érthetővé is vált a történet alapján, amit elmondott, hogy miért, de hogy akkor az ellenzéki pártok mit tudnak tenni, és itt ugye nagy kérdés, hogy nem csak a nagyvárosokról, hanem inkább a kis településekről beszéljünk, hogy ebben a helyzetben milyen mozgásterük van akkor, hogyha ez a folyamat így folytatódik. Sokkal rosszabb a helyzet, mint 95 években. Akkor egy elég kemény politikai vezetés volt nyilván megfelelő nemzetközi háttérrel megtámogatva, de most sokkal nehezebb a helyzet, mert a teljes kommunikációs felület 70-80%-át uralja a Fidesz, és ez bizony azokkal a típusú kommunikációs eszközökkel, ami az elmúlt évben kiépült, azokkal a kommunikációs eszközökkel bizony óriási hátszeret ad a politikának. Ez az egyik dolog. A másik, hogy nagyon nehéz kiválasztódni a versenyképes politikusoknak az ellenzék részéről. Más a kiválasztódási rendszer. 90 előtt én végigcsináltam 89-90-ben, akkor volt egy típusú hazafiság, akkor volt egy típusú elkötelezettség a változtatás iránt, a 40 év diktatúráját követően, meg ugye a rendszer is rohadt szét és oszlott fel. Most egészen más a helyzet. Ezért nagyon nehéz helyzetben van az ellenzék, mert a kiválasztódási rendszer is más, a versenyképes politikusok, nem, a versenyképes emberek nem politikában mennek, elmennek a multikhoz, gazdaságba, külföldön, nyelveket beszélnek, teljesítenek, húznak, nem fognak belemenni egy teljesen bizonytalan mezőbe.
innentől kezdve nem bántok senkit félreértésmentség. Senkit nem bántok a politikai mezőben, még a régi csapat egyik másik tagját egész üdítően hallgatom, holott ellentétes politikai nézetünk van baloldali politikusokkal, de hát legalább látok értelmes gondolkodást. És bántás nevekként mondom, ezek a fiatalok ebben szocializáltak, ezt elmondom a szemükbe is nekik, hogyha beszélgetünk, hogy nagyon nehéz ebből a helyzetből fölépíteni azt a várat, az ellenzéki bázist, ami versenyképes. De ez ennek a helyzetnek köszönhető most ennek a fajta kivéreztetésnek, ennek a folyamatnak, amit említett, mert hogy ez picit ellen. Hát mondja meg, hogy egy polgármesternek mi a jövő? Én biztos, ha most lenne polgármester választás, az orvosi hivatásom nem mondanék le. És biztos máshol keresném a megélhetésemet. Tehát nem fognak kapni versenyképes embereket erre a feladatra, olyanokat fognak kapni, aki is kiszűrődött, onnan is kiszűrődött, tisztelt a kivételnek, amonnan is kiszűrődött, és aztán jó lesz, hogy el vagyunk. Ez volt a tanácsrendszerben is. Hát aki szuperált pártagokat nyomták ki a tanácselnöknek. Ez történik. Ezek szépen kiszolgálják a rendszert, ez megkapja a politikai támogatást, a média támogatást, megkapja a mozgásteret, és őt igazán az érdekli, hogy kapjon 3 utcához aszfaltos pénzt, majd a megyei önkormányzat az adja. Na de ha ilyen egyszerű a képlet, akkor itt azért hát finoman szóval beszűkültek a lehetőségek, és akkor itt a politikai változásról nagyon nehéz lesz beszélni, és most a kisebb helyzetről lehet beszélni. Nem lehetetlen. A probléma az, hogy mindenütt bemegy a Fidesz elképesztő információs háttérrel, és hogy nem mondjam, milyen eszközökkel rendelkezik, és szépen beférkőzik ezekből a kicsit. Ahol már egy pici erőtér van, ott már rögtön ott van valamilyen szinten. Vagy megtámadja a politikai bulváron keresztül, vagy megcsinálja a karaktergyilkosságot. Most láttam megint egy ilyet valahol, ilyen pesti srácok, meg nem tudom, milyen minősíthetetlen alja maga, nem is nevezném médiumnak, és utána ugye átteszi majd az országos sajtó, ismerjük ezt. Hány embert írtak én velem, eljátszották, mert ezt legalább 5-ször, csak én túléltem. Velem ezt eljátszották. Hülyeségeken, papró izéken. És ugyanúgy eljátsz. És ettől félnek a polgik, mert nem versenykések. Én azért kiedződtem az elmúlt 30 évben, tehát még mindig megvannak a felkészült vagyunk. Aki nem felkészült, az megijed rögtön. És beveri az égeket a politikai pártok között, azok között sincsen egy egység, mert azért mindenkinek megvan a maga ambíciója, tehát nagyon nehéz. Nem azt mondtam, hogy lehetetlen. Igen, mert azért a választások, az önkormányzati választások is azért hoztak eredményeket, ugyanezekkel a kondíciókkal. Így van, a választók többsége változást akar. Csak nem tudja, hogy kikkel, hogyan és milyen formában. Tehát ez biztos, hogy többsége választás, függetlenül a Fidesz többsége, de a választások is többen szavaztak a 2018-ban a Fidesz ellen, mint a Fideszre. Csak nem tudták összerakni a szavazatokat. Ez a nagyon nehéz. És ebben az összes kommunikációs felületen megosztják a választók. Na de akkor ilyen alapon nem nagyon, vagy nagyon nehéz lesz itt most is, tényleg még egyszer visszatérve csak gyorsan a kis településekre, vagy a falvakra, ott tényleg nagyon-nagyon erős a Fidesz, akkor ott mi a stratégia? Hát nagyon erős, mert ott van a sok aktivista, fizetett ember abból a sok pénzből, folyamatosan nyomják. Na de hogy az ellenzék szóval akkor mit tud csinálni itt ezekben a helyzetekben? Mert azért olvasom, mert ezben a cikkben hozzák fel azt, hogy az ellenzék folyamatosan ellenzéki pártok erről beszélgetnek, hogy kis településekre kell menniük, ott kell aktivizálniuk magukat, és hogy egyelőre ez nem nagyon történik meg. Nekik sincs megfelelő humán erőforrásuk és pénzük hozzá, ez a baj. Azért nem történik meg. Mert ha ugyanolyan eszközrendszerrel rendelkeznének, mint a Fidesz, ugyanannyi emberrel, ugyanannyi médiával, hogyha egyenlő lenne a küzdelem, akkor bizony komoly bajban lenne a Fidesz. Küzdelem nem egyenlő. Itt Dávid és Góliát harcáról van szó. Szóval a kérdés, hogy Góliát mennyire lesz frafkós, mennyire lesz ügyes, és mennyire tudja majd ezt a parittyát megpörgetni. Ez a kérdés. Ez a nagy kérdés. És lesz-e hozzá türelme, ereje, hite, felkészültsége. Tehát ezek a nagy kérdések. Semmi nincs eldöntve. Fél is a Fidesz a cunamiféle bukástól. Mert az a választók fejében már az is dolog, hogy nem mindenkire csak ők rájuk, nem? Ugye ez a típusú történet már egy párszor megtörtént, de hogy mi lesz, ezt most senki nem tudja, és hogy magának a vírusnak a hatásaival a miniszterelnök úr hogyan fog politikai erőteret még magának hosszabbítani, kovácsolni, ezt sem tudjuk. Minden esetre ebben a dologban ő nagyon felkészült, azt tudjuk és látjuk. És ez senkit meg nem bántásban, nagyon szeretném hangsúlyozni, nem szeretnék se révír teljesztésért, se nem tudom miért bíróságra járni. Én nagyon tisztelt
tisztelettel elmondom a véleményemet, aztán mindenki azt kezd azzal, amit akar. Én a magam dolgát teszem a magam helyén, és ezzel segítem azt, hogy egy demokratikusabb, jobb jövőkép legyen mindenki előtt. Hát tanulságos volt, nagyon szépen köszönöm. Gémes Ügyagynak, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét hallották. Minden jót kívánok, viszontlátásra. Köszönöm szépen.